Képzeletbeli séta az első világháborúban a zene segítségével a Kákics együttes tolmácsolásában. Lovász Béla 90 éves lett, a város vezetés is köszöntötte a szépkorút. A Pentele nyugdíjas klub tagjai szalonna sütésre hívták barátaikat. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Képzeletbeli séta az első világháborúban. A Kákics népzenei együttes tartott zenés estet a József Attila könyvtárban. Az érdeklődők népdalokon és katonadalokon keresztül ismerkedhettek meg, katona szemmel a világháború eseményeivel. Katonadalokon keresztül elevenítette fel az első világháború eseményeit a Kákics együttes a József Attila könyvtárban. A zenés programjuk időrendi sorrendben járja körül a világháború kiemelt eseményeit. Az előadás így a hadszíntereken megénekelt katonadalokat dolgozta fel. Az előadásban felcsendülő dalok az élet és halálharcba keveredett katonák reményeit, illetve reményvesztettségét dolgozzák fel. A zenés betéteket prózai részek is kiegészítik, korabeli feljegyzésekkel és levélrészletekkel. Nem azt mondom, hogy onnantól kezdve már ez egy nagyon egyszerű dolog volt, de aztán már rengeteg anyag lett, és azt mondom, hogy már szinte szelektálni kell. Az is igaz, hogy nagyon sokat átnéztünk, rengeteg írást és rengeteg dalt néztünk át. Tehát azt mondhatom, hogy 200 dalt biztos átnéztünk a műsorra kapcsolatban, és azok közül válogattuk ki, amit azt mondtuk, hogy mindenképpen legyen bent. Az összeállításban több magyar tájegység is megjelenik, így a vonos hangszerek mellett az akkori parasztság körében kedvelt hangszerek is megszólaltak. Többek között furúja és tekerő lant is. Ez az egész egy furcsa utazás volt térben, időben, és még emellett zenében is, nem csak, hogy az első világháború eseményei lettek felidézve, de a katonáknak a dalai, azok az tájegységek, ahonnan ők származtak, azoknak a daloknak a felidézésével visszajött a frontok hangulata. Ezen felül azért az időbeni eltérések is nagyon éreztették a hatásukat, nagyon jól volt felépítve a műsor. Az első világháború idején a Magyar Királyság területén csak nem 4 millió katonát mozgosítottak. Egy részük a Magyar Királyi Honvédség, míg mások a császári haderő alakulataiban szolgáltak. 1914 és 1919 között 661 ezer magyar katona halt hősi halált a frontokon. 743 ezren megsebesültek és 734 ezren hadifogságba estek. A csaknem 120 perces zenés történelmi utazás az ő tiszteletüknek állít emléket. Szerdától áremelésre számíthatnak a gépjármű vezetők. Május 17-én bruttó 2 forinttal emeli a 95-ös benzin, valamint szintén bruttó 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát a MOL NRT. Így a benzin literenkénti átlagára 348 forint lesz, a gázolajé pedig 347 forintra változik. Az üzemanyagok árai legutóbb május 10-én változtak, akkor a benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj pedig 5 forinttal lett olcsóbb. Az 50 forintos árkülönbségek továbbra is fennállnak a töltőállomások árai között. Újabb szépkorút köszöntöttek városunkban. Ezúttal Lovász Bélát, a 2016-ban Dunaújvárosért díjban részesült 90 éves szépkorút Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte. Régi barátság köt össze bennünket. Találkozásainkkor is mindig fontos momentum az, hogy ki, hogy van, hogy érzi magát. És oly sokszor emlegettük azt, hogy a 90 éves születésnapon reményeink szerint föl fogom tudni köszönteni. Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte otthonában városunk legújabb 90 éves szépkorúját, az 1927. május 8-án Komáromban született Lovász Bélát. Kórházban töltött időszakért, ahol Béla bácsi ontotta a bírókat. Hát igen. Béla bácsi gyermekkorától kezdve a futball szerelmese volt, és a komáromi csapatban kezdte pályafutását. Később a Csepeli Vasas labdarúgó csapat tagja lett. Itt összesen 123 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, és összesen 61 gólt szerzett. Isten rendes
Én állapítottam meg. Nem az, hogy most ez jöhet. Dunaújvárosba 1957-ben sodorta az élet, családjával együtt költözött ide, és 1963-ig a Kohász labdarúgó csapatának meghatározó játékosa volt. Ebben az idényben 36 meccsen 30 gólt lőtt. Majd az aktív labdarúgást követően edzőnek állt a Kohásznál. Szerinte a futballt, mint sportot, elhivatottság nélkül nem lehet végezni. Első a futball legyen. Mert az mellett lehet szórakozni, táncolni, de az a futball legyen az első, a minden, ami szóval nem csak szórakozásból jönnek, meg jövök edzésre, meg nem jövök. Béla bácsi elmondása szerint a mai napig követi a különféle futballmérkőzéseket, de leginkább a magyar focit. A külföldi csapatokat mindig jönnek hozzám, hogy nem nézted a Bayernt, meg a mit tudom én. Mondom, én azért 10-ig nem maradok fenn, hogy megnézzem a Bayernt, meg akárkit. Most az jut eszembe hirtelen, hát az is egy jó csapat. De a magyar csapat, ha rosszul játszik, ide beülök a fotelba, és egy sör mellett szépen. Mindegy, hát megmondtam. Rossz volt, bal volt. A 90 éves szépkorú szabad idejét leginkább unokázással és a napi bevásárlással tölti, de sokszor besegít feleségének, akivel 63 éve élnek boldog és kiegyensúlyozott házasságban. Lovász Bélát 2016-ban városunk közgyűlése Dunaújváros sportjáért díjban részesítette. Legújabb összejövetelüket ünnepelték a Magyar Úti Klubház tagjai. A Pentelen Nyugdíjas Klub vezetői ezúttal egy jó hangulatú szalonnasütésre invitálták barátaikat, ahol többek között az is kiderült, hogy mi a jó sült szalonna titka. Ropogósra sül éppen a Mangalica szalonna a Magyar Úti Klubház udvarán felállított tárcsákon. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai ugyanis egy jó hangulatú szalonnasütésre invitálták egymást. A szalonna sütős délutánra nem csak szalonnával érkeztek a tagok, előkerült a kolbász és a virsli is, amihez még kenyeret is pirítottak. Nagy szeretettel jövünk ide, mert tulajdonképpen nem is a szalonna sütés a lényeg, hanem egybe legyünk egy kicsit, és legyen mivel elfoglalni magunkat. És otthon nem sütünk szalonnát, de itt, amikor sütünk, az nagyon jól esik, és az nagyon finom. Van, aki szalonnát nem tudja megenni, az a végén kenyeret pirittat a zsírba magának, és azt teszi. Vizet, az milyen dolog, a küli napja van. Végül a finom, ropogós, sült szalonna titkára is fény derült. Hát az a jó szalonna, ami nem vizes, nem fröcsög, hanem zsír jön belőle, mikor sül, nem a víz fröcsög ki belőle. Hát igazság szerint, ami egy kicsit húsos, az a jó, és a jó füstölt, ugye, mert sokszor hoznak itt a hölgyek meg az urak ilyen, hogy mondjam, császárszalonnát, ami hogy vizes, ugye, most az például itt tárcsán nem jó sütni, mert nagyon patog benne a víz, mert vizes, ugye az már meg van főzze lesz, és az már nem az igazi. Meg hát a jó kis mangalica, ami jó vastag, mert ami nagyon vékony, az ugye nem tud az ember mit sütni belőle ki, mert ugye az nem az igazi. És azért jó ez a tárcsán való sütés, mert itten a szabadban van, ugye több szalonna sül abba a zsírba, mert a városban vagy akárhol sül az ember, ugye ott tele van az egész lakásra, füstel meg minden, itt meg elmegy, és itt jó. És akkor nagyon érzik magukat a hölgyek, az idősebbek és a fiatalabbak is, akik lejönnek a klubba. Németné Naszvadi Julianna, a klub elnöke azt mondta, ezek az alkalmak közösség összekovácsoló erővel bírnak. Minden évben több alkalommal van szalonnasütés, ugyanis nagyon szeretik a szalonnát. De úgy magába, mint egy-két ember leül reggelizni, úgy nem jó. Ez a közösség, itt közösségbe sütni nagyon finom, vagy nagyon szeretik, élvezik, örömmel eszik, emlegetik, még el sem múlik, de már mondják, mikor lesz a szalonnasütés. Tehát igen, nagyon szeretik, és hát amíg lehet, megadjuk a kedvüket. A tagok a friss sült szalonnát végül a klubház rendezvénytermében közösen fogyasztották el, kenyérrel, paprikával, hagymával és paradicsommal. Új játékost igazolt a Dunaújvárosi Acél Bikák jégkorong csapata.
Alja az ogrizek személyében csatárral bővült az acélbikák kerete. A 26 éves szlovén nemzetiségű hokis szülő hazájában ismerkedett meg a sportág alapjaival. Két év csehországi légióskodást leszámítva eddig csak Szlovéniában játszott. A most szerződtetett játékos a DAB negyedik légiósa a keretben. Kiemelt híreink következnek röviden. Képzeletbeli séta az első világháborúban a zene segítségével a Kákics együttes tolmácsolásában. Lovász Béla 90 éves lett, a város vezetés is köszöntötte a szép korút. A Pentele nyugdíjas klub tagjai szalonna sütésre hívták barátaikat. Véget ért hírműsorunk. A következő percekben Tóth Veronikától megtudhatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Utána a Hír Plusz következik, amiben a Paksi Városi Vegyeskar koncertjéből láthatnak felvételeket. Maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán országszerte sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből csapadék nem várható. Az ország keleti felén élénk lehet az észak-keleti szél, hajnalra 12 fokig csökken a hőmérséklet, délután 26 fok körül alakul a maximum. Csütörtökön sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadéktól nem kell tartanunk. Északnyugaton élénk, néhol erős lehet a délies szél, napközben 26 fok köré melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a többnyire napos, csapadékmentes idő, de szombaton már több felhővel találkozhatunk, és elszórtan egy-egy futózápor sem kizárt. Sokfelé még párás, füllett időben lesz részünk, ami megviselheti a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, valamint az időseket, ezért ajánlott a megterhelő fizikai munka kerülése. A zivatarok környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások tünetei, de egyeseknél feszültség, idegesség, nyugtalanság is jelentkezhet a zivatarok érkezése előtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!